Közel 50%-kal emelkedett az összes és peres ügyek száma is a tatabányai törvényszéken. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a befejezett ügyeknél is, itt 46%-kal nőtt a szám. Mindezek fényében nem meglepő az Országos Bírósági Hivatal elnökének értékelése. Ez egy törvényi kötelezettség, hogy minden vezetőnek számot kell adnia a bírói kar és az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére is arról, hogy mi történt, milyen eredményeket értek el a megelőző évben. Megelőző években mind az ügyek időszerűségét illetően, mind pedig a bíróság teljesítményét illetően több probléma is volt. A múlthoz képest az erőket megfeszítve és egy komolyabb, odafigyelő munkaszervezéssel valóban látványos eredmények vannak, és én nagyon remélem, hogy ezt a környező városok, Tatabánya és az egész megye lakó is érzékelik. Fontos, hogy a bíróság, a bírók tisztában legyenek a társadalmi felelősségükkel, és fontos, hogy meglegyen az irántunk való bizalom az emberekben. Az összbírói értekezleten közel 70 bíró volt jelen, és hallgatta meg dr. Csorba Zsolt Ödön törvényszéki elnök tájékoztatóját, aki maga is értékelte az elmúlt évben elvégzett munkát. Örömmel hallottuk mindannyian elnök asszony szavait, és tényleg ezek a számok, amelyekről beszámoltunk, ezek azt mutatják, hogy valamennyi mutatóban jobb eredményeink vannak, mint a tavalyi évben, és ez talán el is hangzott, közel 150%-os ügynövekedésünk volt ebben az évben, és ezt a 150%-os ügynövekedést fel is dolgoztuk. A létszám amennyivel növekedett, az önmagában nem hozna ezt magával, ezt az eredményt. Koncentráltabban, összefogottabban dolgozunk. Kialakult egy állandó bírói kar, a korábbi évben egy jelentős fluktuáció volt azért jellemző a megyei ítélkezésére. Fiatal, okos, rátermett bíráink vannak, akik szorgalmasan ki is tűzik az ügyeiket. Az igazgatási vezetésnek csak is az lett a dolga a függetlenségük megtartása mellett, hogy ezt az időszerűséget ellenőrizze. Ilyen problémánk egyre kevesebb, és tényleg egy feszes munkatempó zajlik a bíróságainkhoz. Kizárólag ez az oka annak, hogy ennyire szép eredményeket értünk el.